Addig még a nagybácsinál laktunk, még akkor nyáron, mint kint laktuk a nagypapával, még a nagypapánál a volt jegyzőnök a tanyáján, nyáron, tavasztal őszig, onnan jártam iskolába is be, és akkor egy nyáron még fenn voltam Körmepusztán, ott voltam én kis bojtár, hát akkor már 12 éves voltam, akkor ott bojtárkodtam fönt, hol birkákat, hol vadésznókat küldött kihajtani, és akkor ez, hát mikor az iskolának vége volt, és őszi kezdésig, akkor édesanyám még a szomszéd anyába ott volt, és akkor télen még én együtt jöttünk össze a nagybácsinál, addig még hát ez, még haza nem jöttünk, de hát az nem tartott ott ilyen nagyon sokáig, akkor ott szolgáltam fönt, és akkor egy mázsa buza, egy mázsa árpa, mázsa buza, egy mázsa rozs, egy mázsa árpa, és 30 forint, ez volt a munkadíj, ez volt a bérem. És a 30 forintért élem még a nagypapával háromszor föl kellett menni, mire megkaptuk, annyi föl gyalogoltunk az idősel. Úgyhogy az volt a körmei dolog. A apa, édesapámnak annyit tudunk róla, hogy Komáromba, a Dunaparton esett fogságba, onnan kikerült Oroszországba, és egy darabig itt volt a Donbasszi szénbányába, és onnan kikerültek Arkhangelszba, ez fönn van az északi jeges tengernek, ott egy kis kikötővárosa talán, és ott volt kint, és akkor 46-ban ez a Gauss Mihály bácsi hazajött, és hát akkor ő még élt, úgyhogy akkor még megvolt, de a két másik társuk az már elment, és az már meghalt kint, és a Fiedler Pali bácsi az úton hazafelé talán, ha jól tudom, akkor az Debrecenig eljött, és ott halt meg, tehát nem jött haza már. Hazahozták, de nem élve. Édesapám akkor még élt, mikor ez a Gauss Mihály bácsi hazajött, akkor még élt, és apámnak volt egy orvos unokatestvére fönt Pesten, és az a Vörös Kereszten keresztül kutatta. És akkor volt is jelentkező, kettő is, és ezek elég terebélyes leveleket írtak úgy, hogy megírták az ő dolgukat, és amit írtak, még a Mihály bácsi elmesélt nekem a dolgokról, úgyhogy ez teljesen fette a valót, úgyhogy nem volt summantás a levélírásba sem, még amit a Mihály bácsi elmesélt, hogy mi történt velük. A levél hát leírta, hogy hol estek fogságba, még mikor kiértek, akkor az első évben mindjárt akkor ilyen nagy dohánypajtába csukták be őket, és volt benne egy méter magas szalma, és csak egy kis rés volt, ahol ki lehetett menni, ott még őrség volt, a többi mind, tehát csak ezen a kis résen lehet kimenni, és valami 300 valahányan voltak ebbe a pajtába becsukva, és ez valamilyen okna fogva begyulladt ez a szalma bent, egy méter szalma, és akkor hát úgy, hogy onnan valami 32 vagy 33 menekülte ki, és ott édesapám még kijutott, de már a ruha égett rajta, ahogy szaladt még a lábbeli, és úgy, hogy tehát már égett, és akkor ott valami takarót, vagy mit dobtak rá, és akkor eloltották, és akkor 3 hónapig a kórházban volt, és súlyos sérülések, égési sérülésnek a maradványait lehetett ráadni rajta. És akkor Arkhangelszkbe kellett, és akkor 47 december elsőjén meghalt. De azt akkor már csak úgy tudtuk meg, mikor voltak ezek a kutatások, akkor tudtam meg, hogy mikor halt meg, mert ő írt még levelet, és akkor az is fedi a valót, ez a december első, mert a novemberi levelét még megírta, az még megjött, és utána a levél többet nem volt. Ott is van eltemetve. Ahogy mondja Miska bácsi, ott sír.
télen kimentek, hát azt mondja, hogy nem is nagyon volt. Talán a május az volt ott kint a nyár, a szeptemberben meg még esett a hó is. Úgyhogy. És Erdélyben dolgoztak, és még 30 foknál még az még döftek, amik ki kellett menni nekik. És ez volt édesapámnak a története.